Na hello mindenkinek, itt GTA Máté beszél. Na, pár hónappal ezelőtt elkezdtem a Rossz út című Design Roof Mission-ös sorozatot, amit Lucky Play Han készít, vagy készített, lehet valószínű már befejezte a sorozatot. Na, lényeg a lényeg, hát jó hosszú ideje lett föltöltve az előző rész. Hát sajnos ez a helyzetem, nem nagyon tudok videókat föltölteni, de egyben nem is akarom a videózást abba hagyni, mert szeretem is csinálni, csak hát gyerek, feleség, stb. Munka, így emellett nehéz így összehozni az egészet. Na, Rossz út második évad első rész, tehát most már el fogjuk kezdeni a második évadot. Ami érdekes, mert második évad első rész, viszont van itt ez az archívum, archive.zip, és ezen belül van 7 darab, hát ilyen küldetésfáj, Design Roof Mission-ös küldetésfáj. És hát második évad első rész, és van benne 7 küldetés, tehát ez, nem tudom, ez így furán van megoldva. Vagy, ja, jó, oké, bocsánat, elnézést kérek, most olvasom, évad rész 7 küldetésből áll. Jó van, én nem voltam tájékozott, elnézést. Na nézzük. Sziasztok! Itt van a Rossz út második évada, de annak is az első 7 küldetése. Innentől két részre fogom bontani az évadokat. Ja, értem, az évad két külön részre van bontva. Jól van, így már stim. Jöjjön maga a dujom. A gyom. Jó, mi ez készült? 2018. 11. hó 25-től 12. hó 8-ig. Tehát ez ilyen jó bő 5 évvel ezelőtt lett megcsinálva. Időtartam kb. 27 perc, ami nálam nyilván több lesz, mert több lesz, szerintem. Ez az évad rész 7 küldetésből áll. Az évad rész története röviden, tehát már aki látta az előző két rész, az tudhatja, hogy már leültünk a sütre, lelőttük a főszereplő, lelőtt a barátnőjét, sheetre került, meg kellett tennie valamit, már nem emlékszem rá, mit, mert talán meg kellett ölnie valakit a börtönön belül, a börtön igazgató vagy főnök megbízásából, hogy cserébe kiszabaduljon a börtönből hamarabb, vagy valami ilyesmi volt, nem tudom már pontosan, fiúk, lányok, sok víz lefolyt már azóta Dunán. Velem is sok minden történt, mert hát nem tudok egyszerűen mindent fölidézni. Na, az évad története röviden. Devin és Glenn szabad lábon vannak. Az egyezményben nem volt az benne, hogy hazaviszik őket, ezért Bone Countryban ragadtak, ahol sok a motoros. Ó, motoros, mert pont balaszmód, fiúk, lányok, abban is lesznek motorosok. Most mondhatnám azt Lucky Play Hannak, hogy ellopta a balaszmódomat! Motorosokat rakott vidékre, amúgy meg lesznek benne motorosok vidéken, csak megsugom. Majd a ballast módba. Na mindegy, de ez nem ballast mód lényeg, na mindegy, majd az külön videó. Vajon túlélik? Kiderült, ha letöltöd. Hát nem töltöm le, elmondom neked. De jó van, nem leszek fasz. Már csak annyi van, hogy játsz. Ha ugye nem tölteném, mert mi a szarnak, veszem fel ezt a videót. Már csak annyi van, hogy játsz. Na nézzük. Hát van videó is, de... nem tudom, hogy van-e benne zene vagy valami, úgyhogy nem indítom el. Végre történik itt valami. Ez is fasza lett. Gondolom, 5 csillag. Hát igen, az oldal még mindig szar. Szerintem az ékezetes betűk véget van ez, van ez a krickrasság, ilyen betűk vannak benne, különleges ékezetes betűk van, nem tudom milyen betűk ezek. Copyright logo, meg mit tudom én. Na, mindegy.
Hát ez már ilyen, kész, ennyi. Na jó van, fogjunk bele, én azt mondom. Úgy fogom megoldani a... Mielőtt még elkezdenénk, ezt szeretném nektek elmondani. Úgy fogom megoldani a videófeltöltést, hogy legyen is tartalom. Hogy megpróbálok egyszerre több részt fölvenni. Ezeket megvágom, feltöltöm, de viszont ezeket be fogom időzíteni, mert ugye már YouTube-on van olyan funkció, hogy feltöltöd a videót, ugye közben ugye ez feldolgozódik, hogy legyen HD minőség, blablabla, bla, bla, ezek a formaságok, de viszont beidőzítem a megjelenést. Tehát most mit tudom én, feltöltöm ma, és be tudom azt állítani, hogy mit tudom én, már jelenjen meg a videó mondjuk 2024 januárjában, amit nem fog beállítani, de így be tudom így időzíteni a dolgokat, ami igazából ez így szerintem egy tök jó dolog. Na, én azt mondom, hogy kezdjük el akkor. Jó szórakozást a videóhoz. Na, akkor ben vagyok a Géta Samandrászban. Fiúk, lányok, egy kis nonsense információ. Nekem ugye ez a monitor, ez az Asus monitor, már legalább 8 év, 6 vagy 8 éve megvan. És most jöttem rá, hogy van benne külön FPS számláló, tehát ez így be lehet kapcsolni rajta. Ez most nem tudom mennyire gáz, de... Na mindegy. Hát... Sosa késő rájönni a dolgokra, na jó van. Na itt van a Rossz út második évad első rész, na kezdjük. Bendikemet nem álltattam be. Eltelt 2,5 év, sajnos mielőtt megöltem volna Pete-t, jó. Így már csak én és Glenn szabadultunk. A megállapodásban nem volt az, hogy visszavisznek Los Santosba. Ezért én és Glenn Fort Carsonba fogunk élni pár napig, de lehet, hogy hónapokig. Legalább Hildé kifizette ezt a hónapot a szállásban. Ó, menjél már! Még a szállást is kifizette? De rendes börtönigazgató ez. Találunk munkát, akkor lesz pénzünk és tudunk venni egy autót. Igaz, akkor én megyek munkát keresni. De most... Közelben van egy Cracking Bell, menj oda munkát keresni. És nem van egyszerűbb, hogy... Tehát most... Oké, elmennek munkát dolgozni, hogy vegyenek egy autót, és vissza tudjanak menni Los Santosba. Én ezekkel el lettek rakva, így. Hogy visszamenjenek Los Santosba. Oké, viszont... kerestek valamennyi pénzt, de hamarabb vissza lehetne jutni Los Santosba. Úgy, hogy... mit tudom én? Jó, most mondhatnám azt a taxival. Beülnek egy taxiba, és akkor fogják magukat, és akkor... hazataxisztatják magukat Los Santosba. Vagy elmennek Las Venturasba, ami még közelebb van. És akkor meg vonattal elmennek Los Santosig. De... mindegy, a sztori így van megírva. Fá, itt egy autó. Gondolom ez is be van zárva, ez a szép piros bobket ez. A fa... francokat van ez bezárva. Nyitva van. De lehet, hogy ezt kell majd használni. Ez meg miért szaladt el az öreg ember? Szeretnék munkát vállalni, ha lehet. Hát nem lehet. Munkát akarsz? Jól van, fiam. Láttad azt a... Aha, tudtam. Tudtam, hogy kell a bobcat. Jól van akkor. Három helyre kéne vinned a kaját, a GPS van mutatja. Na menj. Rendben, főnök. Oké. Aha. San Fierro rendszám. Vidd az első helyre a kaját. Oké. És melyik az első? De biztos lesz benne valami poénos rész szerintem. Úgy szerintem ez tuti. Na, vigyük a kaját akkor. Amúgy várjatok be ezt a rádiót, ki kéne offolni. Mert nincs kedvem a YouTube-nak a szarságával még foglalkozni. Egy copyright, így, copyright, úgy. Amúgy, besértődik, mert zenét raksz alá. Na jó, hagyjuk. Besértődik, mert zenét raksz alá. Na igen. Hoztam, amit rendelt.
10 dollár lesz. Tessék, itt van a 10 dollár. Jó. Vidd a második helyre a kaját. Az ez, ha jól látom, ez valami eldugottabb helyen van. Fort Carsonba. Az nem? Fort Carson. Vagy... nem tudom. Fort Carson. Megyünk Cartonba. Lakni. Csövelünk egyet. Igen. Jó napot, hölgyem. Hoztam, amit rendel. 10 dollár lesz. És figyelj majd, de kedves babóka, miért nem főz valamit? Ön házias parasztasszonynak tetszik lenni. Miért nem főz valami jó, izé, disznópörköltet. Jó, vaddisznópörköltet, vagy valami. Ahelyett, hogy ilyen moslékot, vagy, amúgy saját magamnak mondok ellen, mert amúgy a KFC-t meg én imádom. Ha most a való életre akarnák reflektálni, meg most mondhatnám azt, hogy imádom a Cracking Bad, amit szeretem a játékban, csak a valóságban úgy meg nem létezik Cracking Bad. Ahogy elvileg van. Nyitottak egy Cracking Bad üzletet valahol az USA-ba, ha jól tudom. Itt a kaja, amit rendelt. 12 dollár lesz. Ajaj, ez a motoros lesz. Ebbe a szarba mi 12? Maximum 8-at adok. Nincs akció. Nincsen. Nem, 12-t adjon most. Egy balhé lesz, fiúk. Nem tetszik az ajánlatom? Hát jó, akkor... megöröd a futárt? Hát milyen? Mi bajod van? Figyeljétek már, mennyien lőnek! Hogy íz? Mi van? Álljunk! Na most várjunk már! Nem lehet őket megölni? Hát most... bazd meg! Bazd ki, ezt jó elcsesztem! Ja, nem lehet őket megölni, jobban, de akkor jobban járok, ha nem csinálok ilyen, ilyen partizán akciókat. Na, hát sokról nem maradtatok le, igazából kivágtam, mondom azokat a részeket, amiket már láttatok. Jó, ezt már láttuk, úgyhogy... megölni nem öljük meg őket. Oké, meneküljünk el, de... hú, ez meleg volt, de jó, csak 20 dollár a mai bevétel. Ebből a fele. Mi van? Jó van, mindegy. Visszanézem majd. Vidd vissza az autót a telephelyre. Nem rossz kis autó ez a Bobcat egyébként. Még tetszik a színe is, ez a piros, meg krém szín, ez nagyon baró. Hogy ízlik? Na, azért. Na, mennyit kerestél ma, fiam? Sajnálom, főnök, 32 kellett volna, de csak 20 a mai bevétel, mert pár geci meg kell. Fizetnem úgy, mennyit kapok abból a 20-ból? Megkapod az összeset? Na, menj. Köszönöm, főnök, akkor viszlát. De bőkezű. Mindegy, hát megindokoltuk, hogy... hogy miért csak ennyit kaptunk. Na szia, 20 dollárt kerestem ma. Na is te. 500 dollárt kerestem a mai napon. Az igen, hol ment ez lesz dolgozni a faluhelyen? Hogy mi van? Na, ha itt fog kiderülni a turpisság majd a következő részbe. És hogy a picsába keresett 500 dollárt? De mi meg 20 dollárt kerestünk, ő meg 500-ot egy nap alatt, hát... most fog majd kiderülni szerintem, mi a helyzet valójában. Jaj, el vagyok gameberedve. Ha megyek már nyugdíjban nem sokára. Hol? Én meg a nyugdíj, hát gyerekek, hát nekünk már nem is lesz nyugdíj. Az én korosztályomnak. Hát 25 éves vagyok. Elmúltam, jövőre már 26. Hol leszünk mi már nyugdíjasok? Glen Sala. Fort Carson. 10 óra. 0-0.
De jó lenne valami munkát találni. Ja, most az ő oldalát mutassa be. Aha, gondoltam kábítószer. Igen, munka kéne. Még illegális is jó lesz. Rendben van, kölyök. Gyere velem. Kövesd a fickót. Aha, ott az autója. Na figyük, kölyök, ugye nem vagy beszari? Nem vagyok az. Na mi lenne a feladatom? Na igen, csak annyi, hogy vezetned kell, a GPS mutatja majd az utat. Rendben, akkor menjünk. Tehát ez... Nem találta az ajtót. A Mr. Drug Dealer. Vezess a pontra. Jó, van rádió off. Hát nem tudok sajnos mást hallgatni. Van a WCTR, ez a beszélgetős rádió. Lehet a játékba saját zenéket belerakni, de nekem valamiért ez a funkció nem működik. Mert amint berakok egy saját zenét, és elér arra pontra a rádió, kifagy a játékhoz. Game over. Vezess úgy, hogy a fickó meg tudja ölni az üzletelőket. Hey! Hello! Ez nem volt a terv rész, hogy felrobbanunk! Jó, üljön már be, uram! Kedves puszilgatni való drogdealer! Na, végre, köszönöm. Vezessünk úgy, hogy az összes célpontot eltalálja. De ezeknek annyi HP-juk van, hogy mire kilövő őket, felrobban az autó. Hogy ízlik? Jó, kicsit improvizálunk, lecsaljuk a dolgot. Jó, azt hagyom a lelője. Oké, kölyök. Vedd fel a cumót. Ja, pénzt kell felvenni, jó van. Ez nem kellett volna. Jól van, menjünk vissza, ahonnan jöttünk. Hát az összes autó gondolom zárva. Aha. Ezt a kékszínű Sentinelt jó lett volna ellopni, azért egy fokkal jobb, mint ez a szar perennia. Ülj már be! Na. Gyerünk vissza, azt fizessél ki. Akkor ez a küldetés gyakorlatilag az első rész, csak Glenn szemszögéből. Úgyhogy, ja. Na. Jó. Na. Forduljunk be. Ügyes voltál, kölyök. Itt a számom és 500 dollár. Na menj innen. Na takarodj! Na. Kész. Jó. Harmadik rész, oké. A rossz út, második évad, harmadik rész. Már bocsa, hogy ezt mondom, de tényleg ilyen hülye vagy? Pár napja szabadultunk, de te már illegális munkákat csinálsz. Na és? Én legalább nem szaros 20 dollárt keresek. Az is lehet, hogy a következő meló 1000 dollárt hoz. Talán. De mi van akkor, ha jön a rendőrség is, vagy meghalsz? Akkor meghalok, vagy elkap a rendőrség. Ilyen egyszerű. Én megyek aludni. Talán igaza van. Illegálisan gyorsabb lenne. Másnap 6 óra 00. Oké. Hey Glenn, igazad volt. Bemutatsz annak az embernek? Hát persze, akkor menjünk. Pár perccel később.
Ez fura, tegnap még nem volt ilyen ez a hely. Biztos fel lett újítva. Fel lett újítva! Fél nap alatt? Hé fiúk, látlak titeket. Gyertek ide. Na gyere, menjünk. Kellene a segítségetek. Mit kérsz tőlünk? De előbb kérném a nevedet. Simon Better. Én vagyok itt a dealer a városban. Ebben a városban van egy motoros banda, a nevük The Angels. Nem fizettünk nekik, ezért pár perc múlva meg fognak támadni. Itt vannak. Igeci, harc lesz! Na végre valami akció, fiúk, készítsük! Öld meg a motorosok támadásának első tagjait. Hát ezek nem motorosak az égszerelmére, ezek csövesek! Bazd meg! Mindjárt megölnek, most nézem. Hát ezek nem motorosok! Mi megjött a csöves banda? Jön még egy hullám. Azokat a tagokat öld meg. Ó, van egy digvillan öt tölténye. Hát közben engemet aprítanak, he? Na végre már jöttek motorosok is. Azért legalább egy HP-t rakhattak volna le. Ó. Ez az van alkám. Hú! Ez közel volt, majdnem, hogy megöltek. Fejenként $250. Na menjetek. Hát az... Azért ettől... Több kellett volna. Fejenként 250. Jó, hát mondjuk... Másik főhősnek... Devinnek... Mondjuk tényleg csak annyi járt, mert én csak most, ő még csak kezdő, ő még csak outsider. Na. Második évad, negyedik rész. Pár órával később. Na mennyi pénzünk van, Glenn? Most pontosan $1020 van nálunk. Ebből lassan tudunk venni autót. Na ez jó. Egyébként mondtad Simonnak, miért dolgozunk neki? Na erre én is kíváncsi vagyok. Na kérem a neveteket, de most. A nevem Glenn Peterson, a barátomé Devin Cloyd. Majdnem azt olvastam, hogy a barátnőmé. Ezért dolgozunk neked. Mert pár napja szabadultunk a börtönből és kéne a pénz. Értem, Glenn. Adok nektek munkát, csak mondok nektek valamit. Mit akarsz, Simon? Háború van. A motoros banda ki akar minket nyírni. Segítetek nekünk, akkor sok pénzt kaphattok. Milliók, milliók! Na, jó van. Milliókat biztos nem fog fizetni. Akár fejenként $2000. Az jó lesz? Ó, a tökéletes! Hát... Nagyon jó. $2000. Az jó lesz, mibe kéne? Két célpont van, amit most tönkreteltünk, Glenn. És én mi felrobbantam a szállító járművüket. Devin, neked az lesz a feladatod, hogy a Bill haverommal megöld a fontos bandatagot. Rendben van, akkor induljunk. Most már úgy néz ki, hogy felgyorsulnak az események. Na, egyre jobban tetszik ez a küldetés sorozat. Nagyon tetszik. Mint a nőknél, nagyon tetszel nekem. Ki ez az afrós ember? Te lehetsz Devin. Tudod akkor mi a feladat?
Igen, megölünk egy fontos bandatagot. Jól van, vegyél fel pár fegyvert és menjünk. Jó, oké. Mögötted van pár fegyver. Aha, micsoda fegyver arzenál? Jó, hát azért alkából adhatott volna többet is, de mindegy. Na, jó, parasz zene kikapcs. Menj el a pontra. Ó, és Sanchez-zel. Aha, biztos az lesz a egyik... Ah, nem, ott vannak az UFO étteremnél. Mennyien vannak, itt biztosan meghalunk. Ne félj már, kint megöljük őket, utána azokat, akik benn vannak. Na, nyomás. Nyírd ki a The Injured tagokat. Aha, gázolás! Hogy ízlik? Aj. Ne, bazd, bemegy az étterembe, geci. Mit csinálok én itt? Nincs is benn még senki. Én nincsek leszpannolva. Jaj, menjen innen a francba. Baj, geci! Dígüle van. Csivatagi sas! Úgy hívják magyarul ugye a fegyvert. Aha, na végre! Dígülöm is van. Fasza. Jó, hát nem voltak sokan. Fasza. Gondolom ez a törzshelyük. Nyírd ki a fontos bandatagot. Aha, de ezzel még nincs vége, fiúk. Mert a fontos bandatag még viszont benn van. Mr. Sali... Várjam, ez nem a maffia. Majdnem mondtam Mr. Salieri, nem baj. Mr. Salieri az üdvözletét küldi. Szétlőttem a fejét. Nos, ezzel meg is vagyunk. Simon és haverod készen is lehetnek. Rendben van, akkor én megyek is. Jó, hát ennyi volt. Hát... Kurva jó. Nekem tetszett ez a... Nekem nagyon tetszett ez a misszió. Na, hát, fiúk, lányok, egész jónak ígérkezik ez a sorozat. Eddig nekem nagyon tetszik ez a második évad. Ezt hót komolyan mondom, nekem nagyon tetszik. Eseménydús, igazából. Hát van az első évad, amiben úgy szintén volt videó, hát... Az se volt rossz, de az inkább ilyen laposabb volt, ez inkább olyan... Bevezető évad lehetett szerintem, mert hát akció nem nagyon volt benne, ott ugye mondtam a videó elején, hogy lecsuktak minket, barátnőjét kinyírta a főhős, meg ilyesmi. Na, úgyhogy igazából ennyi a szisztéma. Na, viszont én itt elköszönök tőletek. Köszönöm, hogy velem voltatok, és hogy megnéztétek a videót. Hamarosan érkezik a folytatás, mégpedig, ha jól tudom, talán ez volt a... Aha, ez volt a második évad, negyedik rész, azt hiszem. A következő részben megcsináljuk a második évadnak az ötödik, hatodik, meg hetedik részét. Nyolcadik részt nem, mert ugye az nincsen. Hét részből áll ez a évad rész, vagy hogy fogalmazzam. Ez nem is lehetne értelmesebben elmondani. Na... Ja, őt nem lehet megölni, de azért még megpróbáltam. Na, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én Géta Máté voltam, és sziasztok!